Pár hete megnéztem a Coldplay filmet. Ez a film úgy kezdődik, hogy egy nyegle pattanásos angol tini srác egy kollégium udvarán beleordítja a kamerába, hogy nagyon figyeljetek, mert pár másik haverommal együtt a héten megalapítottuk a Coldplay zenekart, ami éveken belül világhírű sikeres lesz, és mindenki nagyon figyeljen ránk oda. Akkora hittel és akkora lelkesedéssel teszi mindezt ez a kis angol pattanásos tini srác, hogy egyrészt meg is mosolyogtam, mikor néztem, másrészt el is hittem neki. Ez a tini srác Chris Martin, a következő snitt a filmben pedig 2000, a Coldplay óriás tömegek előtt játszik a Glastonbury-n, megjelenik az első albumuk, ami rögtön a UK chart első helyezésén landol. Óriási a siker. Hát azóta is. Amikor néztem ezt a filmet, ezt a jelenetet, azt gondoltam, hogy igen, ezt csak így lehet csinálni, hogyha ennyire hiszed abban, hogy a saját utadon jársz. Hogyha ennyire elhiszed magadról azt, hogy az, amit csinálsz, a sikerhez vezető út. 20 évvel ezelőtt én egy olyan gimis lány voltam, aki Sopronban a szobájába bezárkózva furi zenéket hallgatott. A rádiókból és a tévékből dübörögtek a fiú és csajbandák, én meg Ert, meg Enigmát, meg Rögszopot hallgattam. Anyukám többször be is kopogott a szobámba, hogy nem lehetne valami kevésbé temetési zenét hallgatni? Ugyanezekben az időkben meg ültem a hugommal, a téglakupac közepén építkeztünk. A ház még sehogy nem állt, de valami miatt a kábeltévét már bevezették. Bekapcsoltuk azt a kis tévét, és jött az MTV. Emlékszem, óriás kultúrsok volt. Jött a Prodigy-től a faltörős klip, meg mindenféle furi zenék. Ott és akkor valami kinyílt bennem. Valami olyan érzés, ami mai napig motivál. A zene mindent elsöprő ereje és a benne megélhető szabadság. A könyvek mellett a zene lett a menedékem és a búvóhelyem. Azt éreztem, hogy ez az a terep, ahol élek és szabad lehetek. És ezen a nyáron megkaptam a TED szervezőitől egy e-mailt, hogy felkérnek ide, fellépőnek. El is mosolyodtam magam, hogy mégis honnan tudhatnak ők én rólam. És ahogy most Barbara el is mesélte, kiderült, hogy ők figyeltek egy lányt, aki mindig a színpad szélén áll és mosolyog. Nézi a zenészeket és mosolyog. Legyen szó kisebb vagy nagyobb színpadokról, fesztiválokról vagy klubokról. Ez a lány hosszú évek óta ott áll a színpad szélén. Most a következő néhány percben arról szeretnék beszélni, hogy miért állok 15 éve a színpad szélén, és miért mosolygok ma is. Az én meghatározó pillanatom ott, az MTV előtt ülve a téglakupacon volt. Chris Martiné meg a kollégium udvarán, 17 évesen a haverja kamerája előtt. És nektek volt ilyen? Persze ez az egész csak később nyert értelmet számomra. A lázadó attitűdöt nyitotta ki bennem. Az addig jól bekeretezhető, jól nevelt gimis lányban megszületett valami, hogy így másként is lehet. Én sosem szerettem igazából a hobbi lázadókat, vagy azokat, akik minden héten kivonulgatnak az utcára, csak hogy ki legyenek vonulva, vagy az egész életüket ilyen hippi lázadásban élik le. Mindig is azt gondoltam, hogy a lázadásnak csak úgy van értelme, hogyha azt valamiért teszed, és nem pedig valami ellen. Az én első sikeres lázadásom, emlékszem, az volt, mikor titokban ott hagytam a közgázt a bölcsészkarért, mert annyira azt éreztem, hogy én a saját utamat akarom járni, és én mindenképpen bölcsész akarok lenni. Titokban felkészültem a magyar felvételire, felvettek, és egy óriás erőt adott nekem az, hogy ezt megmertem lépni. Itt belekerült a forgatókönyvembe az, hogy nem csak egy út van, hogy teljesen mindegy, hogy a társadalom vagy a családod mit vár el tőled, hogyha a szívedre hallgatsz, akkor menj arra. Bár ez az egész sosem volt igazán tudatos nekem, mármint ez a karrier dolog. Sokkal inkább zsigeri volt mindig is. Mindig is imádtam a zenét, imádtam a fesztiválokat, a klubokat, és imádtam lázadni. Indulva a pécsi Szenes klubból, dolgozva az A38 hajón, az Akvárium klubban, és elérve a mai napig, amikor immárom 3 éve a Quimby zenekar menedzsereként dolgozom. Engem mindig az hajtott, hogy szabadon élhessek, és szabadon dolgozhassak, és azt dolgozzam, amit igazán szeretek. És akkor az egyik nyáron felhívott az egyik szigetes szervező, hogy egy most induló fesztiválra keresnek babysittert.
Fú, mondom, igaz, hogy én mondtam mindenkinek, hogy szeretnék majd fesztiválokon dolgozni, de azért nem gondoltam arra, hogy babysitterkednem kellene. Emlékszem, ültem Balatonszárszón a barátaim nyaralójában, és lamentáltam, hogy oké, pont babysitter, pont én. Nem biztos, hogy ez a megfelelő feladatkör számomra, de mindegy, bevállalom, nagyon szerettem volna fesztiválokon dolgozni. És aztán egy fél óra múlva meg felhívott a kollégája, aki meg elkezdett arról beszélni, hogy akkor holnap melyik sofőr vesz fel, melyik reptérre megyünk, ki lesz a zenekar, akivel foglalkoznom kell, melyik a hotel, mikor van a beállás. És akkor szépen lassan kezdett persze leesni, hogy nekem nem fesztiválozó anyukák gyermekeire kell majd ott vigyáznom ezen az új fesztiválon, hanem hála égnek zenekarokra. Kiderült, hogy ez a babysitter egy belső szleng a hostra, arra az emberre, aki a zenekarokért felel az országba érkezésüktől a távozásukig. Imádtam ezt a munkakört, onnantól kezdve 8 nyáron át az összes szigetes rendezvény, összes nagy színpadának fellépő zenekaraival foglalkoztam babysitterként. Olyanokkal dolgozhattam, mint a Kraftwerk, a Nine Inch Nails vagy a Placebo. Csak ezekből a sztorikból amúgy könyveket tudnék írni. Itt ennél a munkánál igazán megerősödött bennem, hogy engem semmi más nem érdekel, mint ez. A zene, a fesztiválok, az éjszaka, a klubok, a turnézás és a zenészek. Zenész életet éltem, nem zenészként, teszem ezt ma is. Örülök, hogy ezt a szabadságot választottam, és örülök, hogy megmertem lépni. Örülök, hogy ott és akkor leültem az MTV elé, és örülök, hogy ezt az érzést azóta sem folytottam el magamban. Én régebben nagyon sokat hangoztattam, hogy én nem értek semmihez. Mert számomra a művész az, aki ért valamihez. A zenész, aki felmegy a színpadra, lefogja az akkordokat, és megszületik a csoda. Vagy a festő, aki egy üres festmény, vagy egy üres vászonra egy csodálatos festményt hoz létre. Vagy az író, aki megírja a Mester és Margaritát. És én meg mérges voltam a sorsra, hogy de nekem meg miért nem adott semmihez sem tehetséget. Így egyszerűen csak ösztönösen közel akartam kerülni a művészekhez, mert azt éreztem, hogy ők kiválasztottak, ők mások, és semmiképpen nem olyanok, amitől viszont mindig is távol akartam magam tartani, nem kispolgáriak, nem unalmasak és nem szokványosak. Mai fejjel meg már tudom, hogy nekem meg igenis ehhez van tehetségem, hogy ezeket a művészeket segítsem, hogy támogassam, hogy meghallgassam az ötleteiket, megvagdossam azokat, racionalizáljam és megvalósítsam őket. És igen, ott állok a színpad szélén, és ott állni is ugyanolyan jó érzés, odáig is eljön az energia, és ott is van nagyon durva adrenalin löket. Most már tudom, hogy megérkeztem, és tudom, hogy jó vagyok abban, amit csinálok, és bár továbbra sem tudok egyetlen egy akkordot sem lefogni, tudom, hogy ez a tudás is hasznos, és ez is tehetség. Aztán 6 év klub élet után, ahol koncertszervezőként dolgoztam, borzasztóan elfáradtam, és azt éreztem, hogy kiégtem. Úgy döntöttem, hogy na jó, akkor mostantól biztonság, pénz, keretek, normális munkaidő kell nekem. Elmentem életem egyetlen normális munkahelyére dolgozni, ahol nagyon hamar, 10 hónap múlva ültem, egy novemberi esős hétfőn, teljesen befásulva, azon gondolkozva, hogy miért nem tudok én keretek között élni, miért nem tudok egy normális munkaidőben dolgozni, főnökkel a fejem felett létezni, és amúgy meg hova tűnt ez az igazi, az én szabadságom, amit egész életemben kerestem, és mit keresek itt? És ezen a novemberi hétfőn megszólalt a telefonom. Kis Tibi. Arra gondoltunk, hogy ha lenne kedved és érdekelne, akkor lehetnél a Quimby zenekar következő menedzsere. Fú, mondom, atya úristen, életem egyik legnagyobb adrenalin sokját kaptam. Oké, persze, érdekel, sőt. Vettem egy nagy levegőt, lenyugodtam, és azt éreztem, hogy visszakaptam a szabadságomat. Hogy újra a saját utamat járhatom. Azonnal felmondtam, igent mondtam a zenekarnak, elkezdtünk dolgozni, és jöttek az óriási kihívások egytől egyig, de végül is nem éreztem az egészet munkának. Azt éreztem, hogy újra a helyemen vagyok, és újra azt csinálhatom, ami igazán érdekel. Vannak, akik azt gondolják, hogy nőként nagyon nehéz lehet egy férfi zenekar mellett dolgozni. Pedig ők nem is tudják, hogy igazából
A háttérben további 25 férfi dolgozik még, akiknek a munkáját szintén nekem kell koordinálnom. Hogy van bátorságom mindehhez? Igazából úgy, hogy magát, a nőiességemet használom ehhez. Hogy őszinte legyek, sosem éreztem negatív diszkriminációt azért, mert csaj vagyok. Sosem éreztem azt, hogy nem hallgatnak a szavamra. Határozottan és nagyon határtartóan vettem részt mindig ebben a munkakörben. Az én nőiességem alapja a gondoskodás, a magas empátia, a beleérző képesség. Én meg tudom érteni a művészek ultra bonyolult lelkét. Engem nem fáraszt nagyon mélyen figyelni egy másik emberre, vagy a másik ember igényét a magamé elé helyezni. Ehhez viszont társul egy szervezettség, egy szervezőképesség, és az, hogy az egyik lábamat mindig a földön tartom. És azt hiszem, így van bátorságom ehhez a szakmához, ehhez a pozícióhoz, hogy tisztában vagyok ennek a kombónak az erejével. Ma már büszkén elmondhatom, hogy nekem nincsen főnököm, nekem nincsen munkaidőm, nincsen beosztásom, én dolgozom szombat éjjel, aztán lehet, hogy egész hétfőn meg nem, mert egész hétvégén turnézni voltunk, aztán meg másnap elmegyek és leadom a zenészeim számláit a könyvelőnek, meg óriás Excel táblák fölött kalkulációkat csinálok, meg órákat állok a postán a sorban, mert igenis ezek a nagyon is földi dolgok is hozzátartoznak a kívülről oly csillogónak tűnő Quimby zenekari menedzser feladatköreibe. De aztán ugyanezen a délutánon meg kimegyek a próbaterembe, ahol a fiúk próbálnak, és beállok középre, és elvisz a hangerő. És ugyanazt az érzést érzem, a zene mindent elsöprő erejét, azt, amit ott Sopronban az MTV előtt ülve is éreztem. Én a szívemre hallgatok minden döntésemnél. Egyáltalán nem könnyű nagyon sokszor szembe menni azzal, amit elvárnak tőlem, és ez a szakma sokszor nagyon magányos. Sokszor nagyon kívülállónak érzem magam a mai napig, de nekem mégis megéri. Én nem állítom, hogy ez könnyű út, de azt gondolom, hogy ha valami egyszer ennyire megszólít, mint engem a zene, akkor menj arra. Ne gondolkozz el A vagy B verziókon. Ne is gondolj arra, hogy mit várnak el tőled, a családod, az édesanyád vagy a társadalom. Mert minden kompromisszum hosszú távon békjóba köt, és nem lesz igaz az, amit csinálsz. Elképesztően felszabadító érzés 15 év után is a színpad szélén állni, tudván, hogy én mindig is ezt akartam csinálni, és meg is valósítottam azt. És hát ezért mosolygok én ma is.